ide egy ajtót tervezünk, amivel egy raktárhelységet tudunk megcsinálni. A tervezett fejlesztéseiket mutatja Kaposszegcső polgármestere. A település sikerrel pályázott a Magyar Falu programra, ami kulturális és közösségi terek fejlesztését teszi lehetővé. Kaposszegcső 19 millió 760 ezer forintot nyert, ennek a nagy részét a művelődési házra fordítják. A közösségi ház épület felújítására fogunk 14 millió 778 ezer 638 forintot fordítani. Itt a belső terek fogunk másképp kialakítani, a meglévő számítástechnikai termet le fogjuk zárni, egy raktárhelységet fogunk kialakítani. A művelődési házon azonban rengeteg a tennivaló. A belső terekben a járólapok süllyedését szeretnék kijavítani és klímát vesznek, mert a település polgármestere szerint a hőség nyáron elviselhetetlen a teremben. Kívülről pedig új homlokzati szigetelést kap az épület. Csapó Gyuláné azt mondja, a Magyar Falu program jót tesz a kisebb települések infrastruktúrájának, ezért örül, hogy nyertek. Olyan lehetőséget biztosít nekünk az önkormányzatnak, hogy a település lakossága felé úgy tudjunk nyitni, hogy amit meg is érdemelnek, hiszen ebben a faluban a lakosság tényleg normálisan határidőre fizeti az adót, abszolút nincsenek nagy kirívó eseteink. A dombovári járásban Kaposszegcső nyerte el a legmagasabb összeget a Magyar Falu program első pályázatán. A programra az 5000 vagy ez alatti lélekszámú települések jelentkezhettek.